Akkor a napirendi pontokat mindenki megkapta. Az egyebekbe szeretnék egyet felvenni, egy rövid tájékoztatás a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban. A németországi testvérváros kapcsolattartója, Váradi Szabó Klaudia jelezte a lemondását, és ezzel kapcsolatban szeretnélek titeket tájékoztatni. Hogyha nincs felvétel a javasolt napirendi pont, akkor kérem, hogy a napirendi pontokat fogadjunk el. És egy olyan változtatás lenne, bocsánat Gyula, egy olyan változtatás lenne, hogy mivel Árpinak ma van a... Elment. Akkor nem. Akkor csak annyi, hogy a civil egyet beszámolóját, az ötös napirendi pontot tennénk az első helyre, hogy a civileknek ne kelljen végigvárni az egész bizottsági ülés. Hogyha ezzel egyet értetek, akkor kész feltartással jelezzétek. Egyhangú. Köszönöm szépen. Tehát akkor az első napirendi pontunk a civil egyletnek a beszámolója, és át is adnám egyben a civil egylet elnökének, Farkas Gyula úrnak a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit. Megtörtént a civil egylet tagszervezeteinek az elszámolása, illetve a beszámolója. Amit ti kaptatok, az tulajdonképpen az idén megkapott támogatásoknak az elosztása, illetve a felhasználása. Ezen kívül ezeknek az összegeknek megfelelően minden civil szervezet számlával, eredeti számlával, vagy pedig számlamásolat, hiteles számlamásolattal számolt el az önkormányzat felé. Ezt átadtuk a jegyzőasszonynak, elég rendes dossziét sikerült összebarkácsolni, az ott az mind. Nincs itt a haszladék, csak azért. Tessék? Nincs a haszladék, csak azért. Ja. Igen, így el tudtunk számolni, hogy nincs csak azért. Én azt hiszem, hogy nem föltétlen biztos, hogy itt arról kellene beszélni, hogy ki mennyi támogatást kapott, hiszen ez ott van előttetek. Ezzel kapcsolatosan azt szeretném kérni, hogyha bárkinek valamelyik civil szervezet elszámolásával kérdése van, vagy ilyesmi, akkor nem akartunk ebből csinálni tizenvalahány másolatot, mert tök értelmetlen lett volna az 560 darab számlát lemásolni még egyszer. Tehát aki betekintést szeretne, ebbe állapodtunk meg a jegyzőasszonnyal, aki szeretne betekinteni, ebben megvan a lehetőség rá. Azért, hát sajnos nincs itt mindenki, ezek közül a civil szervezetek képviselői közül egyedül nekem a Kósz Zoltán jelezte, hogy ők nem tudnak jönni. A Zolinak Bajnokok Ligája meccse van Szolnokon, a Petővári meg Tüdő gyulladást kapott, és úgy volt, hogy kiengedik, de aztán mégsem bent tartották a kórházban. Úgyhogy kettő közül valakinek jönnie kellett volna, de a beszámolójuk itt van az eredményeikről. Én mástól igazán nem tudok. Én azért kértem mindenkit, aki szerepel itt a civil szervezetek között, tulajdonképpen egy 11, illetve hát 10 szervezet, mert a civil egylet a 11. Akinek esetleg be kellene számolni, itt a Pepe a Vadkacsa Egyesület meg a Csingazsú nevében egy személyként számol be, a labdarúgók részéről itt van a László, a szumó szakosztály részéről itt van, az asztali teniszezők közül nem tudom az Attilával mi a helyzet, mondta, hogy siet, de valami vizsgálatra vagy mire kész ment, de azt mondta, hogy minden igaz, akkor sikerül beugrania, Pama online, nem tudom mi a helyzet. Kopét mondtam, megbeszéltük a kézilabda szakosztály részéről, pedig ma maradtunk a Karsai Incivel, hogy én elmondom az ő beszámolóját, hogyha érdekel titeket. A 20-as Sándor kör részéről a Júlcsi itt van, Tűzoltó Egyesület részéről nincs itt senki, de egyébként nem kapta támogatást, hiszen ott nekik még van egy ilyen felújításos adósságú tartozásunk.
abból azt reméljük, hogy az idei évben sikerül megcsinálni. Már előzetesen tárgyaltunk velük, hogy csak nagyon-nagyon sok pénzt, tehát nyilászárókat kell cserélni, meg egyébek, tehát ez nem lesz egy egyszerű történet. A 11 szervezet, illetve a 10 szervezet munkájáról annyit tudnék elmondani, hogy a beszámolóból is az derül ki, hogy igazán mindenki oda tette magát, és nagyon sok embert mozgat meg. Tehát ez úgy a falun belül, mint a környező településekről nagyon sokan tagjai ezeknek a szervezeteknek. És itt, hát ezeket látjátok végül is, azért valamennyire szerintem mindenki képben van, hogy ezek az egyesületek mit csinálnak. Ezen kívül van még civil szervezet a faluban, ez kimondottan csak az Egylet. Az Egylet szárnyai alatt működőkről van szó. Be lehet szállni egyébként az Egyletbe bárkinek, nyugdíjasoknak is, cserkészeknek is. Ezt akartam is kérdezni, hogy a civil egyletnek van ilyen tagfelvétele, mert például tudom, hogy például a kórus nincs benne, cserkész csapat nincs benne, tehát hogy még azért van egy csomó más civil szerveződés itt a faluban. Ez egy teljesen nyitott dolog, tehát a civil egyletben bárki kérheti a felvételét, természetesen valamilyen előélet szükséges a dologhoz, de azt hiszem, hogy ebben a helyzetben nektek ez nem probléma. Mindenki. Én azt hiszem, ezt már ragoztuk, mert nagyon sokszor elbeszélgettük erről a dologról, de nem voltál éppen ezeken itt. Itt igazán arról szól a történet, hogy ezt a civil egyletet azért hozták létre a pereházi paliék még nagyon-nagyon régen, hogy legyen lehetőség arra, hogy legyen egy olyan egylet, amelyik összefogja a faluban lévő civil szervezeteket, és ne kényszerítse rá arra a kisebb csoportosulásokat, megmozdulásokat, hogy most ők addig erőlködjenek, amíg valamilyen módon hivatalosan egyesületé nem bírnak válni. Ennek megfelelően a támogatásokból sem tudnak részesülni. Így viszont az egyleten keresztül, hiszen ez megoldható. Itt ezek közül az egyesületek közül is több olyan van, aki nem önálló jogi személyként működő egyesület. Persze van erre lehetőség, függetlenül ettől egyébként az utóbbi évben már nem volt lehetőségem, azt megelőzően én a cserkészek, illetve a nyugdíjas klubért is valamilyen módon lobbiztam, tehát akkor, amikor az egylet, akkor még az egylet, tehát az a civilek támogatásához azt is hozzászámoltuk még akkor, hogy akkor ez úgy működjön, de ez aztán úgy szép csendesen elmúlt, mert ez nem lehetett már hozzáférni. Nem tudom. Én az lenne a kérdésem, hogyha valakinek egyrészt hozzám van-e valamilyen kérdése, most egyet már lehetünk, majd ezt megbeszéljük, és akkor nézzük meg, hogy esetleg van-e valakinek a többiekkel kapcsolatosan. Igen, én azt hogy a jelenlévő vezetők azért legalább olyan szinten beszámolnátok, hogy eredmények, tudjon róla mindenki, hogy milyen versenyeken voltatok, milyen eredményeket értetek el, azért ezeknek az örömében azért szerintem mindenki szeretne osztozni, úgyhogy... Jó. Hát akkor... Valaki kezdje el, nem tudom. János, kezdje el a sumósok. Elnézést, nem állok föl. A tavalyi év végén, vagy tavaly előtt év végén Károly Gyöngyi visszavonult, és egy teljesen új csapatot kellett nekem kiépíteni, amit itt a környékbeliért és Budapestről is jelentkeztek srácok. Nagyon jól sikerült az új alakítás a csapatnak. 10 indultunk, jelen pillanatban megmondom őszintén, 4 vagyunk, és a 4 ember 4 válogatott. Tavaly évben nyertünk egy magyar bajnokságot, 2 második helyezettet, egy harmadik helyezést, és a csapat bajnokságot, azt nem írtam bele, elfelejtettem. A beszámolóban a csapat bajnokságban másodikok lettünk Magyarországon. A kontinens bajnokság, mert nálunk van Európa bajnokság,
kontinentális bajnokság és világbajnokság. A kontinentális bajnokságon a csapatban negyedikek lettünk, harmadikuk lettünk. A Varzoli az negyedik lett, negyedik, ötödik lett. A Bodonyi Gábor, aki itt lakik Pocsmegyeren, a sajnos lesérült, egy nagyon tehetséges gyerek, 198 centi magas, 170 kilós, és 17 éves, 17. éves gyerek. Iszonyatos nagy tehetsége van neki. Ha összejön még idén egy erősítésünk a csapatba, akkor valószínű, hogy jövőre, vagy ebben az évben nem ez gondunk a csapatbajnoksággal, simán meg tudjuk nyerni, mert egy budakalászi fiú úgy néz ki, hogy átjön hozzánk a Vasasból. Emiatt szeretném azt, nem csak emiatt, hanem a pénzünk nagyon kevés, 200 ezer forintunk volt ebben az évben, és nem tudom megoldani azt, hogy és ebből nemzetközi versenyek, edzőtábor, illetve nem edzőtábor, hanem edzőhelyiséget béreljünk, mert hiába lennénk itt Lányfalun, nem lehelyiségek, másfél-két millió forint csak a szőnyek. Ez nem valószínű, hogy ezt a szakosztály ki fogja bírni. Ennyi a világjáték, vagy a kontinentális bajnokságról. Bulgáriában szintén a csapatban harmadikok lettünk, Vazzoli után harmadik, negyedik lett, és német Norman a csapatban részt vett, és ő is negyedik lett ezáltal. A bulgáriai Európa-bajnokságon Vazzoli és német Norman, aki ott volt, és éremmel jött haza. Sajnos a legnagyobb bajunk például az volt, hogy például a Rovnyai Bencét nem tudtuk kivinni, mert nem állnak úgy anyagilag, nem tudtuk finanszírozni az útját, emiatt nem tudott kijönni Bulgáriába, holott már csak, ott már csak annyi volt, hogy a szállásköltséget kellett már róla kifizetni, a többit össze tudtuk szedni. A világbajnokságon Vazzolival voltunk kint, és ott pedig az 5.-8. helyen végzett a Zoli, úgyhogy ennyi a történetünk nekünk. Amint indultunk versenyen, minimum a négy emberből három éremmel jöttünk haza. Gratulálunk, mások is további sok sikert hozzá. Köszönöm szépen! Az, hogy egyesek pályáról keveset mozgunk, ez tény és való. Esetleg te látod, Éva látja, akik ott laknak körülöttünk, hogy a Dunaparton, ott a nyári időszakban a pályán ott tudunk edzeni. Úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen. Júlcsi, Puszta Sándor. Puszta Sándor körül, hát annyit tudok kell mondani, hogy az elmúlt évben és az előző évben spóroltunk, mert mi ott mozgolódunk a plébánia környékén a Puszta Sándor emlékszoba kapcsán, és a programokban segítünk, ezért a megspórolt pénzünket előzetes elkezdetéssel a megjelenő CD támogatására fizettük be a Puszta Sándor Alapítvány nyom keresztül, úgyhogy biztos hallottatok róla, elhoztam, meg is jelent a CD gyönyörűséges 16 Puszta Sándor vers van rajta. Nagyon igen, azt szerettem volna mondani, és készítettek egy klipet is a Matildék a templomban, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy végül is ez megjelent. Azt el kell, hogy mondjuk, hogy a egyik Puszta Sándor szavaló versenyen kérte fel az Adrien a Matildékat, hogy jöjjenek, vegyenek részt a Puszta Sándor szavaló versenyen, és ő kérte, hogy ha tudnak, akkor zenésítsenek meg verset, és meg is tették, és ettől
így született meg tulajdonképpen a lemeznek az ötlete, hogy köszönjük az Adriennek, hogy ezt felvetette. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ez sikerült, és köszönjük a támogatást, mert azért ezzel segítettük őket. Köszönjük szépen! Jó, és azt még azt elmondanám, hogy 24-én 6 órakor lesz a lemezbemutató a Faluházban. Igen, köszönjük szépen! Azt majd a végén szerintem, hogyha mindenki meghallgatunk, Gyula, jó? Akkor légy szíves, te is számolj vele. Mi a legnagyobb sikerünknek azt tartom, hogy évről évre nő a taglétszámunk. Több mint 100 igazolt labdarúgója van a Lánykalos Sport Egyesületnek. Van egy öreg fiú csapatunk, egy felnőtt csapatunk, egy ifi csapatunk és 4 serdülő csapatunk. Egyszer kiszámoltam, nem tudom, azt megkaptátok azt a beszámolt, hogy közel 400 edzést tartunk egy évben, illetve olyan 150 bajnoki és kupamérkőzésen vesznek részt csapataink. Eredményekre annyi, hogy a felnőtt csapat az 2 évvel ezelőtt 5. volt a bajnokságban, tavaly 4., most pedig 2. helyen állunk. A tavalyi szezonban a megye 2-ben miattuk a csoportunkban a gólkirály, Tignáz jelző személyében 31 gól lőtt a gólkirály. Jelen pillanatban is Lányfalusi vezeti a góllövő listát. Rossz is, meg jó is, hogy tulajdonképpen ez a játékos, egy fiatal játékos, aki éppen tegnap írt alá a Vasashoz, úgyhogy úgy néz ki, hogy ő már tavasszal nem nálunk fogja folytatni. A fiataljaink is egyre jobban belelendülnek, egyre többen jönnek, és ez öröm, nem csak Lányfalu, hanem a környező helyekről is jönnek, hogy tetszik nekik ez, amit mi csinálunk. Ami fontos, hogy felvettük a kapcsolatot a bencinkiekkel, és a nyáron a 21-es korosztálunk az kint volt a bencinkiekkel. Vendégszeretetét élveztük, ahol több közös programon vettünk részt, többek között játszottunk a pencingi csapattal, játszottunk egy Bundesliga csapattal, és kint voltunk mérkőzésen, úgyhogy nagyon, nagyon kellemes és nagyon, nagyon jól telt el az időszak. Úgy beszéltük meg velük, hogy amennyiben tudjuk, akkor idén mi fogjuk őket vendégül látni. Úgy néz ki, a felnőtt csapat az augusztusban megy majd ki hozzájuk, illetve a gyerek csapat az még nincs időpont, hogy mikor tudjuk őket, mikor tudjanak jönni. Jó, köszönjük szépen! A cikk a Leányfalu újságban az eredményekről lapzárta lesz, úgyhogy azt csak emlékeztetnélek, hogy azt ne felejtsd el akkor el. Oké. Jó, hogy megjelenjen. Jó. Kérdezem a többieket, hogy valakinek kérdése a civilekkel kapcsolatban. Edike? Először is nagyon szépen köszönöm, hogy tényleg ilyen gyors beszámolót, tehát az, hogy január elején már megkaptunk egy beszámolót, még azt hiszem, hogy nem történt meg. Ezt nagyon szépen köszönjük. Az LFC-vel kapcsolatban most már János elment, szerettem volna tőle megkérdezni, hogy egyik szponzorokat nem tud összeszedni a szumbótárt, hogy egy verseny azért nem jött ki, mert a szállásában már nincs tudva. Az LFC-vel kapcsolatban csak annyit, hogy ugye itt dolgozom a rendelőben, és tényleg látom, hogy állandóan illet van a pályán, tehát amikor csak az idő megengedik, állandóan rúgják a gyerekek a labdát reggeltől estig. Az lenne a kérésem, ami sajnos veszőparipámnak most már, hogy ott azt a résztben, ahol a kapukat tároljátok, kérem, hogy tartsátok rendben azért, mert jó, köszönöm szépen. Úgyhogy ez folyamatos legyen, hogy tényleg mindig. A másik pedig az, hogy tavaly előtt is már a beszámoló kapcsán felmerült, amikor civilek beszámolója volt, hogy több támogatást is ad az önkormányzat egyes feladatokra, és ezeknek a beszámolóját is minden az van, hogy szeretnénk megtalálni, szeretnénk kérni, hogy ez is megtalálni. Nem csak a tudulás. Igen, azok, akik anyagi támogatásban részesülnek, azoknak kötelezően be kell számolni júniusig. Azt hiszem a júniusi úgy volt az utolsó ilyen határozatunk, még az előző testületnek, hogy mivel az egyesületeknek a beszámolóját, a hivatalos beszámolóját május 31-ig kell leadnia,
hogy akkor júniusban van a kötelező beszámoló. Ennek Gyula elébe ment, hogy ők ugye a kapott támogatással teljes egészében így most elszámoltak. Megtörténik a beszámoló is. Igen, elnézést kérek, még a Pepét nem kértem fel, hogy számoljunk be, elnézést kérek, de én megkértem a jelenlévő vezetőket, és te nem jelentkeztél. Úgyhogy bocsánat, csak egyébként még egy szó, hogy szóval június végéig minden olyan egyletnek, egyesületnek, aki az önkormányzatot támogatást kap, kötelezően el kell számolnia. Az egy nagyon egy csillagos ötös, hogy a civil egylet januárban megtette ezt. És akkor most elnézést kérek a Matkocsa Egyesület vezetőjétől, szívesen meghallgatnám. Elnézést kérek, hogy nem jelentkeztem. Fiam kimentette magát, beteg az unokám. Öregszem. A Csingazsi Kajoski és a Matkocsa Egyesület hál' Istennek ebben az évben kapta a legtöbb támogatást. Soha életben nem kaptunk ennyi támogatást. Ez most jelen pillanatban azért szólt, mert a legnagyobb árvíz az teljesen tönkretett az Egyesületnek, az összes felépítményét. Amikor levonult az ár, akkor mi beadtunk egy 1.530.000 forintos kárt igényt. Magyar államnak, hogyha van rá módja, akkor ezt próbálja valamennyire mérsékelni. Ez a kár azonban, amikor elvonult az ár, kidőlt, hogy az összes torony, az ketté tört. Tehát minden tornyot újra kellett építenünk, és így a kár az több mint 2.5 millió forintra tendálódott. És jelen pillanatban hogy nem sikerült semmifajta pályázatot nyernünk, ezért az összes tartalékpénzünk és minden pénzünk és a hajóskú pénzét is megkértük arra, hogy tegyük helyre a vízintelepünket. Ennek ellenére sikerült is 2 év alatt helyreállítanunk, tehát egy több mint 2.5 millió forintos beruházásról beszélünk, amit megcsináltunk. De természetesen a Csingazsi Kajos Klub ezen felül megcsinálta a szokásos túráikat, mint hogy Nori barátnak, aki nagyon fiatal elment közülünk, nagyon sokat segített Lányfalér, ő gyalogtúrával fölment a csapat, mint minden évben, Szigetköz, Ipoly, Vogalonga, tehát megcsináltak azokat a programokat, amit meg kellett, de az összes pénzt jelen pillanatban az Egyesületnek a bankszámlájára átutalták. Természetesen jelezte, hogy ez idén nem fog már megtörténni, mert idén fejlesztéseket szeretnének megcsinálni, és egyszerű segítséget nyújtotta a Hajós Klub a Vadköcsi Egyesületnek. A Vadköcsi Egyesületnek kérdezett beszámolási kötelezettsége van. 2009. március 24-én az önkormányzat és a Vadköcsi Egyesület, mint közhasznú egyesület átvállalt bizonyos szolgáltatásokat az önkormányzattól, tulajdonképpen kapott egy lehetőséget, hogy a közhasznúság kritériumnak úgy feleljen meg, hogy önkormányzati feladatokat láttál. Ilyen önkormányzati feladat volt az árvízfigyelés, és az árvízkor mindenki tudja, hogy az Egyesület már majdnem egy hónappal előtte jelezte, hogy nagy baj van, hiszen a külföldi partnerek jelezték ezt a problémát. Természetesen az Egyesület arra gondolt, hogy az önkormányzat által adott pénz, hogy 350.000 forintról beszélgetünk, hogy ezt olyan módon adja vissza a falunak, hogy próbáljon olyan programokat létrehozni ebből a pénzből, amiből a falu is profitál. Így a faluházzal és az iskolával is van külös programunk. Az iskolával ugye egy hetes evezési programunk van, ez azt jelenti, hogy most már 3-4 éve, már nem tudom tenni, mint te lehet, hogy tudod, ingyen és bérmentve minden, tehát egy évben egy hétig az Egyesület rendeltéssel, és mindenki megevezteti a lányfős iskolákat. Úgyhogy eljutottunk odáig, hál' Istennek, hogy az itt lévő pedagógusok, tanárok nagy szeretettel használják a vízintelepet, természetesen szaktárnő felügyelettel, ingyen és bérmentve. Ezért az Egyesület egyetlen forintot nem kér és nem kap. A programunk a faluházzal kapcsolatban volt egy majálisunk, egy közös majunk, és beindult egy télüzővel, vagy egy téltemetéssel, amit idén is megtartunk, fáklyás felvonulással, aki régen volt képviselő, tudja, hogy ez egy ilyen 100-100 000 fontos nagyságrendű, és az engedélyek megtétele ez körülbelül ezt vonza maga után. Tehát csinálunk idén is, tavaly is csináltunk egy téltemetést, a telet elűzzük, és utána megvendégeljük a vízitelepen egy bar forralborral vagy tejával adott lévő állampolgárokat.
A majálisunk, a Stealth ház volt, az nagyon-nagyon jó sikerült. Május 1-én és a gyereknapunk is Stealth házzal bonyolódott le, de közös rendezvényünk volt a Kína, a Fábri Sándor, mint a díszpolgár, de a Vaktocsi Egyesület alapított tagja, ugye Fokrocsi Árpi, az Egyesület szintén oszlopos tagjának a fotókiállítása volt, és csináltunk közösen egy Kína napot, ami szerintem hát remek volt. A verseny, mert amatőr versenyt elindultunk, sajnos mindig általában toronymagasan megszoktuk ezeket a versenyeket nyerni. Az utóbbi két évben egy ezüst meg egy bronz jutott osztály részül nekünk. Persze ez nem mindig így lesz, de ez annak a következménye, hogy a rába, mint síkvad, víz, nagyon veszélyes volt. Ez a két gát víz lelassult, tehát tulajdonképpen a rába vadvízére már bárki rámehet, mert nem olyan veszélyes, tehát tulajdonképpen nem olyan technikás lett a folyó, mint régen, ahol mi ugye lubickolhatunk mindig a sikerekben. Tehát egyszer az önkormányzati feladatokat ellátok, én jegyzőasszonynak átadtam a beszámolót, ez megtörtént, az egyesület pedig elvégezte azokat a feladatokat, amiket kitűzött maradéktalanul, és jövőben is az a cél, hogy amit a falutól kaptunk pénzt, azt a faluba visszaforgatjuk. Nem csak úgy, hogy objektumokat csinosítunk belőle, hanem valami olyan programot csinálunk, ami a falu boldogulását jelenti. Én körülbelül így szeretném mondani. Köszönöm szépen. Ehhez annyit szeretnék kiegészítésként, hogy a bizonyos majális, tehát a május elejé, meg május végi rendezvényt, azt mi pályáztuk az Euroleasingnek a tiszta forrása alapítványánál, és ők tulajdonképpen ők támogatták. Tehát az 350 ezer forint, amit a Pepe mondott a vadkacsákra, az valójában az önkormányzat részéről csak 250. Tehát a majálist azt annak egy külön elszámolását adtuk le, de ez végül is egy pályázati anyag volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek azokkal kapcsolatosan, mert itt vannak a beszámolók nálam, hogyha tehát akik még nem számoltak be, az a OP, Baba Mamaku, az asztali teniszezők és a kézilabda szakosztálya a Szabadidősport Egyesületnek, aminek a szumó is a szakosztálya. Hogyha ha nincs, akkor egyetlen egy dolgot szeretnék még elmondani. Egy új, reményeink szerint egy új taggal fog bővülni a civil egylet. A szervezetei még hozzá a Trambuli Lágyfalui Junior körrel. Ez egy fiatal társaság, szülők úgy gondolták, hogy kezükbe veszik a kisgyerekeknek is, meg a kb. 16 éves korú fiataloknak a szórakoztatását, illetve a hétvégi programjaiknak a szervezését, és létrehoztak egy úgynevezett junior kör, Trambulin néven. 23 szülő írta alá ezt a szándéknyilatkozatot, amit nekem átadtak. Ebben ők azt szeretnék, hogy egy változatos, tartalmas meg és izgalmas időtöltést tudjanak nyújtani a gyerekeknek. És ez meg is valósult, ugyanis ezt úgy tudtuk megoldani, hogy az egyletnek a működési költségéből tudtunk segíteni nekik arra, hogy megfinanszírozunk azokat az idei őszi programjaikat, amiket a faluházban csináltak meg. Valójában egy ilyen próbaként, hiszen én azt kértem tőlük, hogy csak akkor abban az esetben tudnánk egy olyan dolog mögé állni, hogy a jövő évtől, illetve ebben az évben már kapjanak rendszeres támogatást, tehát ők is bekerüljenek az egylet sorai, támogatottjai sorában, amit egyébként az önkormányzat támogat, tehát hogy akkor bizonyítsák be, hogy ez most valóban működik-e vagy nem. Nagyon sikeres volt ez a dolog. Én az egyik, tehát a junioroknak az egyik ilyen programján voltam benne. Törjöngés volt. Szóval egyszerűen fantasztikus a társas játék, a pingpongozás, szerintem, amit el tudtok képzelni, és nagyon okosan csinálták. Minden gyerek úgy jöhetett el, hogy kis szülői hozzájárulással, tehát hozta a szülői hozzájárulását, eddig maradtatok, ekkor jön értem anyukám, apukám, vagy nem jön értem, vigyél haza, szóval valami volt.
És abszolút, tehát elérjük végre azt, ami miatt itt harcolunk már 1000 éve, hogy itt tudjuk meg, itt tudjuk tartani a falu fiataljait. Hogyha ezt most meg tudjuk csinálni, hogy a legkisebbektől már ez így alakul, és a nagyokkal most már úgy néz ki, hogy teljesen csinál leszünk, hogy már ők is érezték azt, hogy igen, itt van helyük, itt biztonságosan fognak tudni szórakozni, és ezt mi meg fogjuk tudni nekik csinálni. Én azt hiszem, hogy ez egy őrült nagy siker lesz, hogyha ez sikerül. Köszönöm szépen. Két dologhoz szeretnék hozzászólni. Az egyik az, amiről most Gyula beszél. Ez nagy tanulság volt számomra is a nyáron, mikor kezdődött ennek a szervezés, a szülők többször megkerestek engem. Beszéltünk is róla kis körökben, de nagy tanulság számomra, hogy minden csak úgy működik igazán, hogyha alulról jövő kezdeményezés. Meg egy kicsit remélem, hogy ugye valamennyien itt a kultúrát, meg mint gyerekeket szerető közönség vagyunk, kicsit a kényszer szülte. Mert amikor a nyáron engem megkerestek azzal, hogy tudjuk jól, hogy az iskolának vannak olyan területei, amelyet az iskola nem tud igazán, például anyagi források, meg mindenféle dolog miatt nem tud jól kezelni, ekkor ezt a hézagot próbálták fiatal szülők, hogy mondjam, kitölteni, és úgy néz ki, hogy tényleg sikeres. Én nagyon, hát restanciámban, mert nem tudtam elmenni, mert a múlt évben nagyon sok dolgot csináltam, máshol egyszerűen nagyon sok dolgom volt, viszont a gyerekektől tudom a pozitív visszhangokat, de most a legközelebbire én is biztos vagyok. Tehát csak alulról, és csak fiatalok, és mondtam, hogy én anyagilag nem tudok segíteni, meg nem is tudok erre forrás sem honnan, viszont azzal, hogy leültünk, megbeszéltük, elmondták, hogy mit szeretnének, és hogy távlati terveik is vannak, és nem csak játék meg együttlét, hanem más olyan dolgokat is akarnak kezelni, amelyekről úgy néz ki, hogy most a hivatalos intézmények nem képesek rá. A másik pedig a Pepe és a evezés, másik sikertörténetnek nevezném mindenféle eufémizmus nélkül. A TAMOP 3.1.4-es pályázatnak ugye a szakmai vezetője voltam, és vagyok is, és nagy két olyan önálló projektet kellett pályáznunk, amiből az egyik a tényleg a helyi adottságokat kihasználó evezés volt, vagy van, még most is tart. És úgy gondolom, hogy ezeknek a támopos pályázatoknak más eredménye nincs, csak annyi, hogy egy ilyen akció vagy program meghonosodik egy faluban, akkor már le lehet azt mondani, hogy az Európai Uniós források valahol, hát hogy mondjam, gyökeret vertek. Azt szeretném mondani, hogy az iskola minden osztályát megevesztetik, tehát a piciket is. Igaz, hogy minden szülői engedéllyel, de gyökeretvel, és akkor is jövőre vége lesz ennek a pályázatnak, ugye a követéses ideje lejárt. Én úgy gondolom, hogy mi már megcsináltuk azt, hogy ennek itt leányfalunk lesz folytatása. Köszönöm szépen. Jegyzőasszonynak adom át a szót, ő is szeretne. Csak egy pár szót, nemrég volt egy belső emberi vizsgálatunk a civilek támogatásával beszámolóival kapcsolatban, az a 2014-es beszámolókat, tehát a 13. kirovatok 2014-es munkát vizsgálták, és akkor a belső ellenőrrel megbeszéltük, egy javaslat egyébként, tehát nem kötelező jellegű, hogy kidolgozunk idén, tehát felkérem a képviselőtestületet, illetve a bizottságot, hogy dolgozunk egy olyan rendeletet, amiben egységesen van szabályozva az, hogy az önkormányzat kiknek milyen célra ad, milyen pályázat keretében, tehát milyen legyen a pályázatnak a tartalma, milyen legyen az elszámolás. Ezt mondtam elnök úrnak is, hogy ebben majd kérem a bizottságoknak is, illetve a testületnek a segítségét, és akkor erre a rendeletre támaszkodva egy egységes rend alakulna ki az éves támogatásokkal kapcsolatban. Arra gondoltunk, hogy ezt a márciusi testületülésen már jó lenne elfogadtatni. A februárban ott a szociális rendeletnek lesz a munkája, a szociális rendelet módosításnak, de márciusra szerintem már ez előkészíthető lenne. Még annyit itt kivitelezték azt, hogy amiben félreértés volt a belső ellenőr is köztünk,
nem kérdezték, de leírták, hogy mi nem tettünk eleget a közétételi kötelezettségnek. Én ezt utána egy nehezményeztem, mert hát a közétételi kötelezettségnek eleget tettünk, és minden a honlapon megtalálható, úgyhogy javítani fogják ezt a vizsgálati jelentést. Egy években teljesen meg voltak elégedve a szerződésekkel is, és a civilek elszámolásával is, tehát nem volt más jellegű probléma. Köszönöm szépen. Polgármester úr? Megint, hogy Adi annál is inkább kötelező, mert hogy a civilek elszámoltak számláson, ezen túl az összes másik szerződést csak akkor díjazzuk, hogyha rendesen számlával elszámolt, ez vonatkozik minden, az egyház támogatásokra is, és a minden más egyikre. Tehát a pénz biztosítva lesz, de számla kell mögé. Ez így szól majd a rendelet. Jó, köszönöm szépen. Akkor szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy elfogadjuk-e a... Bocsánat, én minden vagyunk az nyugdíjas kognicsa civilegnek, de az elnökasszony szeretném beszámolni. De a pénzügyi beszámol is elkészült, és a szóban mondja a nyugdíjas. Nyugdíjas. Mit? A szerdében. Nyugodtan akkor azt létszik. Ha már itt vagy. Hát én ezt leírtam, szerintem ezt odaadom nektek is akkor. Jó, akkor a következő bizottsággyűlésen átbeszélnek. Jó, jó, nyugodtan. Vagy annyi, hogy lefogom esőt, hogy beszélek itt a másik is, akkor ez úgy ott van, azt semmi más, persze. Akkor milyen köszönöm. Persze, a legközelebb. Jó, köszönöm szépen. Akkor aki elfogadja a civil egyesületnek a beszámolóját, ezt kérem kézfeltartásra jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen. Átérnénk a kettes napirendi pontra, ami jegyzői tájékoztatás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2015 évi változásairól és a rendeletmódosítási kötelezettségről. Jó, köszönöm. Átküldtem mindenkinek egy részletes kormányhivataltól kapott tájékoztatást, ez elég részletes volt. Én egy kicsit összefoglalva szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy milyen változások lesznek a szociális területen. Ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor úgy is mondhatnám, hogy szinte mindent elvisznek tőlünk a járási hivatali hatáskörben, tehát kormányhivatalánál tartozó járási hivatali hatáskörbe kerül a szociális ellátásoknak a döntő többsége. Lényegében az önkormányzatnál a mostani önkormányzati segély marad, amit most már települési támogatásnak fognak elnevezni. A maga a szociális törvény az igazából csak javaslatokat ad arra, hogy hogyan, tehát ahogy a képviselőtestület a rendeletében ezt hogyan szabályozza. Lényeges változás az eddigekhez képest nincsen. Annyit érdemes tudni, ezt mögöttes, igazából nem jogszabályi, hanem ilyen mögöttes átiratokban, leiratokban olvastam, hogy úgy képzelik el, hogy az önkormányzati segély, vagy akkor települési támogatás, azt olyan úgy dolgozza ki, ennek a rendeletét úgy dolgozza ki a képviselőtestület, hogy a forrást azt az adóbevétel terhére képzelje el. Tehát erre külön forrást nem fogunk kapni. Ez rögtön ugye azt is eredményezte, hogy a mostani jogosulti kört nagyon nem lehet tágítani, hiszen most, hogy mérlegelni kell majd a költségvetésnél, hogy akik 2014-ben önkormányzati segélyt kaptak, annak ugye mekkora volt az összege, mekkora volumenű volt ez az önkormányzati támogatott segély, ennek az összköltsége, és hogy a jövő évi költségvetésünk mennyit tesz lehetővé, valahogy ennek tükrében kellene majd átdolgozni, vagy egyáltalán hozzányúl a képviselőtestület mostani önkormányzati segélyhez, akkor mindenképpen a saját adóbevételünk terhére kell, hogy gondolkodjon. Csak mégis azért felsorolnám, hogy melyek azok, amelyek átkerülnek járási hivatali hatáskörbe. Március 1-től lesz egyébként a lényeges változás. Nekünk most a hivatal részéről olyan szempontból nagy teher ez az első két hónapban, hogy szép lassan
az iratanyagokat is úgy kell összeállítanunk, hogy minden iratanyagot át kell adnunk, le kell zárnunk bizonyos ellátásokat, és át kell adni, a folyósító száraz járási hivatal lesz majd. Átkerül az időskorúak járadéka, a teljes aktív korúak ellátása, ugye ez egy ilyen összefoglaló támogatási forma volt, ez tartalmazta a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az egészségkárosodás és a gyermekfelügyeleti támogatást, a teljes ápolási díj, tehát az alapösszegi emelt és kiemelt ápolási díj is most már minden eljárási hivatalhoz kerül, alanyi és normatív közgyógyellátás is, és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, tehát lényegében minden átmegy a járási hivatalhoz. Magát a rendeletet, amely az itt maradó települési támogatást szabályozza, ezt a testületnek február 28-áig kell elfogadni. Én ugye a következő, nem a januári, hanem a megvált testület ülésre mindenképpen ugye be is kell vinnünk ezt az előterjesztést, majd azt kérem a bizottságtól, hogyha bármilyen ötlete javaslata a meglévő önkormányzati segéllyel kapcsolatban, szabályozásával kapcsolatban van, akkor ezt beszéljük meg, juttassák el hozzám, és beszélünk róla. És még annyi, hogy szeptember 1-től pedig az óvodáztatási támogatást fogják elvinni, addig folyósítjuk. Tehát ebben az évben én azt kértem a költségvetéssel kapcsolatban, hogy már úgy tervezzünk, hogy itt túl sok központi költségvetési támogatást nem fogunk kapni, hiszen elkerülnek a hatáskörök a hivatalunktól. Valakinek kérdés van, akkor nagyon szívesen, csak én próbáltam minden összefoglalni. Elit? Köszönöm szépen. Ha jól értelmeztem, akkor ugye ez márciustól lesz kérvényes. Igen. Márciusig ezt a forrást kaptunk, ez nagyon érdekes, a pénzügyi vezetővel gondolkodtunk ezen, mert viszonylag nagy összeget kaptunk, nem tudjuk mi ezt a sorsa. Tehát egy 10 milliós keretet kaptunk, ami azért furcsa, hogy más települési Dunabokán is ennyit kapott. Ez azért furcsa, mert ez egy hatalmas összeg, ahhoz képest, hogy márciustól már nem lesznek itt a hatáskörök, illetve az óvodáztatási szeptembertől nem lesz itt. Nem tudom, hogy ezzel a pénzem lesz. Most ugye örülünk, hogy van, aztán majd valamilyen biztos rendelkeznek, hogy csináljuk a fennmaradó összpénzösszeggel. Én nagyon szomorú, mert ahogy látjátok, hogy a szociális félelem, úgyhogy én ezt nem is értem, most ezt rálócsolték az önkormányzat, hogy mondják, hogy nem tudják. Akkor vonják el a nagy állami támogatást, amikor egyre inkább tapasztaljuk, hogy napról napra nő sajnos itt Leányfalon is azoknak a családoknak a létszáma, akik bizony, ha nem is rendszeresen, de alkalomontán bizony rászorulnak önkormányzati támogatásra, és ugye ezek után abban kell gondolkodnunk, hogy valóban az a kevés és egyre kevesebb, ami itt marad az önkormányzatnál gazdálkodásra, abból kell megpróbálnunk ezeket az embereket támogatni. Úgyhogy szomorú, de ez a mai valóság. Köszönöm. Akkor, tessék? Ez nem fog menni. Nem, hogy azért, hogy majd eldöntjük, hogy kinek kapjon, ez így nem megy gyerekeknek. Ez borzasztó. Ez sajnos az, de nem tudunk egyelőre mutatni. Van még valakinek ebben a kapcsolatban? Jó. Akkor kérdezném a bizottságot, hogy elfogadjuk-e a jegyzőasszony tájékoztatását a pénzbelésteleni szedveni szociális ellátások változásairól. Köszönöm szépen egyhangú. Harmadik napi rendi pontunk, az önkormányzati rendezvények, valamint a testületi és a bizottsági ülések kép és hangfelvételeinek elkészítésére kötendő szerződés tartalmának megtárgyalása. Megkaptátok a tervezetet. A Nádorfi Csabától jött, ugye? Egy árajánlat. A szerződés nem kap, az újsághoz volt, és utólagosan én a mai napon kaptam meg jegyzőasszonytól a Danubia Televíziónak a
együttműködésre két formát ajánlanak fel, és egy, mi volt a másik, az egy díjtáblázat, ugye? Igen. Azt hiszem, hogy a körünkben köszönhetjük a Danubia televízió képviselőjét is. Ne haragudjon, nem tudom a nevét. Balázs Csilla vagyok. Köszöntök én is mindenkit. És Csaba pedig hát most is folyamatosan veszi ugye a bizottsági ülést. Nem is akasztatom. Elcserélünk. Magát a szerződést tervezett. Tudom, hogy nincs, de hogy a szerződés tartalmát kellene nekünk megtárgyalni. Ez volt a napi rendi pont. Hogy arra szeretnélek kérni titeket, hogy milyen olyan pontokat javasol a bizottság, hogy belekerüljön magába a szerződésbe. Erről kell most beszélni. Mit tartalmaz? Mindjárt. András, mert először azt gyűjteném be, hogy egyáltalán mi az, amit most itt kell tudunk vetni, és akkor ezzel szemben mit tudnak kínálni Gabi után polgármesterül, jó? Köszönöm Gabi szépen. Különös tekintettel az előző napirendi pontra is, mert így általában minimalistának kellene lennünk mindenképpen. Amire szükségünk van, az a település lakóinak tájékoztatása. Szigorúan véve elsősorban a települését. És elsősorban a önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkájának, a mi munkánknak a nyilvánosság tétele. Nem szórakoztató programokról van szó, hanem a testületi ülések és a bizottsági ülések tárgyal a témát mindenkinek tudomására, hozásáról magyarul, mint ahogy eredetileg is ez volt az elképzelés. Kizárólag élő közvetítés, illetve az üléseinkről a készült anyag archiválása, amely segítségére lesz mind a képviselőknek, mind az érdeklődőknek ahhoz, hogy a felvett hanganyaggal együtt vissza tudják nézni, és tudjunk ennek alapján mi is képviselők dolgozni. Ergo felvétel, méghozzá élő felvétel, és ennek az anyagnak az archiválása továbbá szerintem a honlapunkra való feltétele. Az, hogy YouTube, meg az, hogy bárhova, máshova, én nem tudom, ezeknek külön költsége van. A honlapon, ami Leányfalu hivatalos internetes oldala. Én ezt javaslom, ennek, mivel minimalista elvárás, a legolcsóbb elvárás ahhoz képest, hogy mindenféle sallangokat ráakasztom. Köszönöm. Köszönöm, polgármester. Így ez a kitétel, hogy elegendő nekünk, hogy egy élő közvetítés legyen, meg legyen a felvétel, illetve ugye kiegészíthető ez azzal, és hát ez jelenleg is elvileg működik, hogy a honlapról elérhető legyen a felvétel. Amit még ezzel ugye kell, hogy meg legyen ezt kiváltandó, ezt a mostani felvétel, hogy a hangfelvétel megfelelő minőségű legyen. Ez a mi elvárásunk, és ezt azt kérem én most is, hogy ugyanúgy, ahogy a másik szerződésnél, természetesen, hogy ne hozzuk, ha egy döntés születik abban, hogy ezek elfogadható minimális feltételek, akkor meg fogom jönni a szerződést, és ugyanúgy, ahol a képbizottság megtárgyalja, és akkor lépjünk ezen túl, mert tényleg most állati rossz ügyen rányjuk ezt, hogy jól lenne a végén járni. Úgyhogy így itt vannak a ajánlatok. Még egy ajánlatunk ugye volt, ami egy 8000 forintos ajánlat, az egy telepített hardware lett volna, ami felvételt is csinál, de ugye ők igényt tartottak volna a felvételét, tehát magyarul mi szabadon azon nem rendelkeztünk volna, és a hangfelvételt is megoldotta volna, de ez valami egy ilyen nagy kütyű volt. Most ugye itt a múltkor emlékszel rá, hogy volt, hogy ugye láthattam a Csabának ezt, ő küldözgetett nekem ilyen kütyükről, jóval olcsó kütyükről, amit állítólag ezt hitták, lehetőségeket, és hát azt gondolom, hogy az a mi igényeket kielégíti bármelyik ilyen kis néhány 30-40, ha ezt akarjuk. De ha bármelyik felvevőben meg tudunk állapodni, nyilván, ahogy te mondtad, én is azt mondom, hogy a olcsóban, akkor ez a dolog nem áll fenn, tehát magyarul ezt a problémát megoldottuk. A hangfelvételhez ezt kiváltandó biztos, hogy kell némely hardware-t is lenni, de ahogy én itt előzetesen érdeklődtem már,
ez is jó, minimális pénzből megoldható, sőt, egy olyan lehetőség is van, én sem se ezt nem értek, hogy olyan hangfalakat venni, ami erősítő is van, és azt ad abszolút, itt is tudjuk, de ezek ilyen néhány 10-50 ezer forintos nagyságban, és azt mondjuk még a faluház is tudná használni, mert az ottani dolgok cserévében van lakva, nagyon öregek, és ez a két hangfal azt tudná, amit a Sanyót össze szokott dugdosni. Tehát erősítő hangfal egyben. Én ezeket néztem körbe, az párosítható az itt hangfelvételnek a készítőjével, és ez így nekünk megoldaná a problémánkat. Tehát jóval, jóval kevesebből ez kihozható. Tehát ha azt mondjátok, hogy ezt készítsem elő, hogy a jegyzőasszonynak a jegyzőasszony segítségével, akkor megcsináljuk a szerződést, és akkor a bizottságok pedig ezt megköszönjük. Hát, ahogy csak beszéltünk. Nem csak. Hát jó, hát nem csak, tehát végül is a nektek akar elmenni, az jó, a kultúrásra, hogy a tartalmak, ugye az ajánlatokban. Pont azt akartam mondani, hogy igazán nekünk most nem döntenünk kell, hogy ki, hanem ugye itt alapból a szerződés tartalma volt az, ami az elsődleges döntés vagy gondolkodási alap volt. Mert hogy ugye most még igazából nem tudunk arról dönteni, hogy ki, mert igazából nem tudják a jelenlévő megkeresett szolgáltatók, hogy mire is kellene nekik ugye árajánlatot adni. Ahhoz nekünk egy szerződés tervezetet a rendelkezésükre kell bocsátani, hogy mi mit szeretnénk, mit várunk el, és akkor ők erre tudnak válaszolni, hogy ők ezt mennyire tudják nekünk produkálni. Én ezt így gondolom, de Pepe? Köszönöm a szót, Gabi. Teljesen megfogalmazta számomra is azt a dolgot, hogy mit várunk el. Valószínűleg, mivel már beszéltünk róla, és mindenki számára teljesen természetes az, hogy vágatlan anyagról beszélünk. Így van. Tehát, hogy ne legyen vágat, ne legyen manipulál. És ez a vágatlan anyag mikor kerül föl, tehát az élő közvetítés van ugye ez az egyik része, hogy azonnal élő közvetítésen falu tudja látni. Így van. Ezt a képviselő testület gyűlést, illetve vagy testületét vagy bizottsági, illetve vagy pedig mind a két pályázatot, vagy három pályázatot, hogy a felvett anyagot mikor sugározza és milyen módon próbál. Oltárolja. Igen, és a legfontosabb szerintem azért, ami mindenféleképp biztosítani kell, hogy a minősége a hangfelvételnek az azért fontos, mert ha nem olyan minőségű a hangfelvétel, ugye akkor élvezhetetlen az egész adás, erre volt már példa, és a másik meg, hogy a jegyzőkönyvvezetés, hát azt megkönnyíti. Persze. Tehát, hogy inkább ezek a gyakorlati oltárt. Minimális program, a minimális programként maximális minőség. Talán így lett összefoglalva. Köszönöm a szót. Köszönöm. András? Képzítésképpen ugye volt 800 ezeres ajánlat, ne felejtsük el, hogy volt még egy 25 ezer forintos díj is, tehát ugye nem csak az a szerzetet volt, hanem a tároló helyiséget kellett majd fizetnünk havi 20 százát, azt hiszem. És amit itt hozzátennék, az a gondolkozók az élő adás, hogy egy az egyben az szükséges-e, vagy belefér azt, hogy egy napra később kerül föl és visszanézhető. Tehát, hogy ragaszkodunk-e ahhoz, hogy most délután négykor is mindenki ezt nézze, vagy pedig az is nekünk, hogyha holnap felkerülni. Azt én ugyanis a Neutóba Csabával ebben volt egyfajta ilyen, hogy azt mondta, ő most még nem tudja megoldani azt például, hogy az anyjomban nézzék, előbb-utóbb megoldja, de azt, hogy egy napon kerül fölkerüljön és váratlanul meg lehessen nézni, ezt tudnám. Tehát ebben maradtunk, hogy csak kérdezem, hogy ragaszkodunk-e az anyomban időt, de hogy pedig megkiegyezzünk egy ilyen napos csúsztatársasági rendéssel is. Tehát úgyhogy másnap már lehet. Igen. Nem tudom. A szerződés felvételére érdemes beleformálni. Bocsánat, én kiegészíteném a felvételét, de ehhez is kapcsolódnék. Először is mindenképpen javaslom az élőadást tekintettel arra, hogy az manipulálhatatlan. Abban az esetben, hogyha felvételről tesszük közzé, aki nem tudja az élőadást nézni, az utána a tárolt anyagot a honlapon bármikor megnézheti, vagy utána nézhet, de semmi nem garantálja azt, hogy a felvett anyag nem manipulált, és egyikünk sem vállalja azt, hogy ezt ellenőrizzük. Élőadásban igenis nézni kell, és azt az élőadást kell megrögzíteni, az én véleményem ez. A másik, amit elfelejtettem mondani, és itt most
Már rá kell térnem arra, hogy kaptunk konkrét ajánlatokat is, tehát itt most a kettő összefügg, hogy most szerződés, tartalma és a konkrét ajánlatok. A legfontosabb, ami szerintem nagyon fontos, de ezt már nem csak ennek kapcsán tárgyaltuk, a pártatlanság és annak biztosítása. Én semmiképpen nem látom biztosítékát annak, hogy Nádolfi Csaba anyaga pártatlan. Én most itt egy részleteiben nem kívánok rá kitérni, de inkább leányfalunk kívüli rögzítőt javaslok, akinek helyben nincsenek preferenciái, illetve megfelelési kényszerei. Nádolfi Csaba olyan kijelentéseket tett a Facebookon, speciál az én személyemre vonatkozóan, amelyek mérhetetlen ízléstelenek és ostobák, ez semmiképpen nem garantálja azt, hogy bármelyikünkkel a hátunk mögött, a felvett anyag kapcsán vagy mással kapcsolatban nem lép ilyeneket. Aki óhajtja egy képernyőfutó rendelkezésére áll a későbbiekben, hogy megmutassam ezt, én semmiképpen nem javaslok olyan embert, aki fölfelé is énekel, meg lefelé is. A részletekre nem kívánok kitérni, erkölcstelen. Úgyhogy én azt mondom, olyan közvetítést választunk, amely mindenképpen biztosítja az objektivitást és a pártatlanságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bocsánat. Pillanat, csak mindjárt Edith jelentkeztem. Nem jelentkeztem, jó. Akkor viszont Csaba. Kérném akkor itt, hogy tudjuk meg, hogy miről van szó. Igazából én ebben a személyeskedésben nem szívesen nem megyek vele. Ez szakmai jó kérdés. Szóval igazándiból én arra kérném, akit érintett személy, hogy ezt próbáljátok meg inkább. Nem beszélni. Én nem tárgyalok ebben az ügyben, bocsánat. Jó, igen, polgármester úr. Most ilyenre élkodik ma Magyarországon, hogy melyik orgánum objektív és melyik nem, hát mosolygnom kell egy picit, mert hát na, a nyugodtan kijelenthetjük, hogy ugye akár az ellenzéki, vagy akár a kormánynak a sajtója egyik se objektív. Most nagy eséllyel el tudom képzelni, hogy mondjuk bármelyik félnek az újságírója Facebookon, vagy bárhol ugye olyan megjegyzéseket tesz, ettől még elvileg mi azt mondjuk, hogy ő pártatlanok. Tehát mondjuk, hogy nem. Tehát én, ha egy élő közvetítés van, persze világos, én tudom, csak azért mondom, hogy ez nekem számomra biztos vagyok benne, hogy bármelyik újságíró, vagy bármelyik tévériporter magánemberként tesz megjegyzéseket, és Facebookon, meg tudom, egy csomó helyen előfordulnak olyan megjegyzések, amik én nem gondolom, hogy befolyásolja a munkáját. De lehet, hogy nincs igazán. Köszönöm. Fehérné Editke. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy most egy kicsit ellenmondásba keveredünk. Az előbb megfogalmazunk azt, hogy mit várnánk el ettől a közvetítésből. Határozottan megfogalmazunk azt, hogy csak a képviselőtestület ülése, bizottság ülése teljes felvételét és közvetítését. Most én azt gondolom, hogy itt ebben nem lehet pártatlanságot belevinni, se kivenni, főleg akkor, hogyha élő adásról beszélünk. Itt végigkövetünk egy bizottsági vagy testületülést, amit lead a televízió, illetve rögzíti ezt a hanganyagot, hogy jegyzetés adjanak, a később nyilván megválaszol. Most független attól, hogy kit fog a bizottság választani, hogy eldöntjük ezt a kérdést, tehát majd nem döntjük el, én úgy gondolom, hogy bárkit választunk, akkor is ez a kitétel, amit mi megfogalmaztunk, ez nem egy pártatlanság. Ez egy teljesen egyenesben fix közvetítés. Jó, köszönöm. Orsi, én csak kérdezni szeretnék, hogy ő nagy különbség van a között, hogy most élőben megy valami, vagy egy nappal később? Tehát most pénzben? Ezt kérdeztem én is. Szóval szeretnék megjelenteni, hogy a Csabai lesz, hogy technikai kérdés volt az előtt, hogy nem pénzben. Nem tudom, igen. Beleházi úr? Szerintem pénzben volt kérdés, válaszolok. Mert azt mondták, hogy ha élőadás az drágább, hogyha meg
egy nappal később megy a műsorba, akkor ez lényegesen olcsó, tehát nagyon lényegesen olcsó. És én elítéltek ebbe abba egyet, hogy hát azt mondtuk, hogy ez a feltételrendszer. Ez a feltételrendszer, akkor ott a kamera mögött csinálhat bármi mást, de én úgy gondolom, csak hogy hozzáteszem, hogy a gyakorlattal ellentétben jó lenne, hogy az a testület már a lányfalusi vállalkozókat hozná helyzetbe. És én megmondom őszintén azt, hogy rólam újság, Facebook miket mond, vagy odaállok és megmondom, hogy pedig én Csiklós Ákos nem veszek tudomást rajta, hiszen ez számomra olyan gesztyű, amit nem veszek föl. Köszönöm. Jó, akkor én azt hiszem, hogy összefoglalásként az lenne a bizottság véleménye, hogy a megirandó szerződés egy minimalista feladatellátást foglaljon, hordozzon magában, ami élő közvetítést és az archiválást kell, hogy produkálja nekünk az a vállalkozó, aki ezt a feltételrendszert ugye jobb áron tudja nekünk produkálni, és hogy a honlapra is felkerüljön. Igen, köszönöm a kiegészítést. Úgyhogy igazándiból most akkor ebből a szempontból ugye így. Jó. Csabát többször meghallgattuk már, elmondta az ő véleményét, és ugye megkaptunk tőle egy anyagot is. Akkor viszont a Dalomia Televízió képviselőjét is kérdem, hogy pár szóban mondjon, hogy adjon nekünk erről tájékoztatást, hogy önök hogyan látják ezt. Köszönöm szépen. Maradhatok külön? Hogyan? Köszönöm. Nagyon fontos dologról nem esett szó, a felelősség kérdése szerintem az az elsődleges, amit tudnia kell a bizottságnak, hogy bármit csak úgy közzé tenni az interneten nem lehet. Tehát abban személyiségi jogokat sértő kijelentések kerülhetnek véletlenül, és gondolom, hogy az önkormányzat nem szeretne hosszas peres eljárásokba bonyolódni ilyen ügyek miatt. Ezért mi ilyesmire nem is tennénk javaslatot. Tehát írtam is azt hiszem az ajánlatunkban, amit elnézést kérek egy haláleset miatt, csak az utolsó pillanatban tudtam elküldeni. Tehát ilyenre mi nem szívesen tennénk a mi felelősségvállalásunk a javaslatot, tehát akkor az önkormányzatnak kell a felvételek nyilvánosságáért vállalnia a kockázatot. Uh-huh. Mi csak olyanra tudunk felelősséggel ajánlatot tenni, hogy mi fölvesszük, és azután egy szerkesztő szóról szóra végighallgatja, hogy abban nem hangzik-e el olyasmi, ami nem való a nyilvánosság elé, és bizony akkor vágni kell az anyagot, mert ezt nem lehet kiadni. Tehát ilyet nem lehet közzétenni. Ezt pedig én azt gondolom, hogy szakembernek kell végighallgatnia, aki pontosan meg tudja állapítani azt, hogy az, vagy hát nyilvánvalóan ismeri a média törvénynek az ide vonatkozó passzusait, hogy azt valóban beletartozik ebbe vagy sem. Tehát sajnos bonyolultabb a kérdés, mint ahogy itt önök ezt most így gondolják első hallásra. Azt gondolom, hogy ugyanígy az sem mindegy, hogy csak a bizottsági és testületi ülések kerülnek a nyilvánosság elé, tehát mi egy komplexebb dologban gondolkodunk, hiszen a Lányfalu nem csak erről szól, itt vannak nagyon nagy számban civil szervezetek, akiknek a programjait népszerűsíteni kellene, ismertetni, akkor vannak ugye intézmények, akiknek a mindennapjairól kéne tájékoztatni, tehát annyi minden más van, ami szintén fontos szerintem egy település életében, nem lehet csak ezekre leszűkíteni a tájékoztatást. Vagy szerintem nem célszerű, nyilván most én csak a magam nevében vagy véleményemet mondhatom el. Tehát a televízió úgy működik, hogy itt van egyrészt a hírekről, az aktualitásokról egy tájékoztatás. De nem csak az önkormányzati hírek, hanem a civil szféra, ugyanakkor benne az intézmények és egyéb hírek, ami lehet bármi, sajnos olykor egy baleset vagy bármi egyéb. Hivatalos szervtől megkérjük a tájékoztatást is, ez kerül a műsorba. Azon kívül az sem mindegy szerintem, hogy az a felvétel hogy kerül föl az internetre, tehát ott egy feliratnak kellene rajta lenni, hogy éppen kiszólal meg, tehát van egy utómunka akkor is, hogyha egyszerűen ez, vagy lehet élőben is feliratozni, tehát ez megfelelő eszközök kellenek, műszaki felszereltség,
Akkor a hangról is szó esett. A hangra, ugye mi most éppen most ruháztunk be egy hangrendszerre, 5 millió 600 ezer forintba kerül egy olyan hangrendszer, ami mondjuk 10-11 embernek a hangját olyan minőségben tudja rögzíteni vagy közzétenni, ami elvárható a mai világban is, ugye a jegyzőkönyvezést megkönnyítheti. Tehát felismeri a szöveget a hangrendszer. És hát nekünk 11 év után sikerült egy ilyenre beruházni. Tehát ez nem olyan könnyű dolog, hogy azt hiszem ilyen 30 ezer forintos eszközökkel ezt nem lehet jól megoldani. Persze lehet, hogy van erre javaslat, nem tudom, mi nem találtunk. Tehát így most a 11 év táblatában tudom azt mondani, hogy nem találtunk ilyen olcsó eszközt, mert akkor nyilván mi is ezt használnánk. Az élő közvetítésnek akkor a kockázatát említettem. Akkor mindenkinek tudnia kell, hogy még véletlenül sem mondjon olyasmit, még egy meghívott vendég se, ami nem hangozhat el. És akkor nem akarom a televíziót bemutatni, talán sokan ismerik, nem is célom most. Annyit mondanék, tehát 11 évben működik, 6 önkormányzat támogatásából. És az árak tekintetében még annyit, hogy minket támogatnak ezek az önkormányzatok, ahol működünk, de nem az ő pénzükből, tehát az ő pénzüknek csak az egyharmad része az, ami, tehát a költségek egyharmadát fedezik csak az önkormányzatok. A kétharmadát azt mi hozzá tesszük állami forrásokból, tehát így a olcsóbb, drágább, ez egy viszonylagos dolog. Tehát az érték és a minőség, az ár itt egy kicsit átgondolandó. Nagyon szépen köszönjük. Előttem a szeretőről. Igen, most egy kicsit megmondottunk, hogy értem, hogy a hölgy elsorolt ezeket a dolgokat, és az a gondolatom támadt, hogy tekintettel arra, hogy mindig szükebb a költségek, most mindig szükebb az állami normatíva, amit kapunk, adott ugye nem merünk kevelni. Én nem ismerem meg magam őszintén az idei költségvetési tervet, de most fogunk vitatkozni egy újság sorsáról. Működik a honlapunk, jól-rosszul, szerintem most van azért egyre jobban. Én azért most meggondolnám, hogy egyáltalán erre a televízióra is szükség, nem lehet ilyen kinézetet. Köszönöm. Hú, de egyszerre. Polgármester úr. Annyi, hogy ha megszületik ez a szerződés tervezettel. Igen. Akkor ezt oda fogjuk adni a televíziónak is, Márdorsányra, hogy még keresünk valakit, oda lesz adva. Nem lesz minden, mert a feltételek le lesznek írva. Mit szeretnénk, mindenki meg fogja árazni. Lehet, hogy a tévé azt fogja mondani, hogy ezt nem csináljuk meg, mert én azt egyáltalán nem gondolnám, hogy itt hangzanak el, vagy elhangzanak, akkor hagyj menjen ki. Eddig is kiment, ami mondjuk ki kéne úszni. Nem tart. Jó. Köszönöm. Alpolgármester úr. Ragaszkodni, tehát, hogy azt hiszem, hogy meg is ígértük, meg a kor kívánságnak a megfelelés, hogy ez legyen tévés, tehát nem lehet visszalépnünk ebből, de hogy legyen előkészülni egy ilyen nyilvánosanyag. Nyilván, hogyha egy cég csinálja, akkor neki figyelni kell arra, hogy etikailag minden rendben legyen. Nem tudom, hogy az önkormányzat ezt tud, de hát, hogyha most ezt... Tehát, azt hiszem, hogy a jelzőkönyv maga is nyilvános, tehát hogyha bármilyen elhangzik, azt leírjuk, az nyilvános, az is, akkor ennek sem lehet. Biztos, hogy etikailag más a jogrendszer örökbe, de ha önkormányzat ezt nyilvánosan hozza, akkor nem hiszem, hogy ez olyan nagyon nagy probléma lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ebben érdemes volna. Rendben. Beleházi képviselő úr. Köszönöm a szót. Én szerintem az örök képviselő, hogy felkészülten érkezünk ide, és megpróbáljuk normális kulturált hangnemben köszönni dolgokat, és ha valaki így áll hozzá, akkor jelen pillanatban én nem hiszem, hogy ebből ügy van. De abból biztos, hogy egyetértek, hogy vágatlanul menjen ki, élő közvetítésbe menjen ki, és meg mindegyik megkérek, főleg magamat is, elsősorban, hogy moderáljam magam, és megpróbáljam tisztességesebben fogalmazni, és ez így történik, akkor ez így rendben is van. És én úgy gondolom, önnel ellentétben, hogy mindenki a saját felett, a saját úgy basszus jönni, és elfelejtettem. Vágottam, mindenki,
Én úgy gondolom, hogy a saját maga mondataiért saját maga felel. Ezért meg elnézést kérek. Én azt szeretném mondani, hogy szerintem ez a dolog bonyolultabb, mert ugye az élet is produkál helyzeteket, és nem véletlenül vannak dolgok törvényekkel körbe rakva és bástyázva, és én tudom, láttam, tanúja voltam olyan vitáknak, amely az egy önkormányzatnak nagyon-nagyon sokat, és nem önkormányzatnak, annak is, de egy képviselőtestületnek nagyon sokat ártott. Mert ugye vannak dolgok, én úgy gondolom, hogy a nyilvánosság nagyon nagy dolog, de a nyilvánossággal élni kell tudni. És kimegy, én nem vagyok híve a teljesen, hogy mondjam, populista. Előfordulhat, hogy olyanról esik szó, vagy elszólja valaki magát, és akkor kifelé nem úgy megy, hogy ez egy kulturált vita volt, hanem úgy megy, a postán már úgy hallom, hogy a képviselő testület már megint nem értett egyet, és veszekedtek, és ha láttad, hogy mi volt, milyen cirkusz volt, jól megmondta neki. Szóval ezekkel a dolgokkal szerintem kényel kell bánni. Nagyon el kell rajta gondolkodni. Nem gondolom, hogy akkor vagyunk mindig kajakos gyerekek, hogyha mindenki azt látja rólunk, hogy lám mi megmondjuk. A kommunikációnak vannak szabályai, vannak törvényei, és az orrunkon túl kell látni, mert gondolom azért választottak meg titeket. Köszönöm. Csak annyit ehhez, hogy én is megkaptam ezt, hogy vitatkozik a testület, akkor minek van, ha nem vitatkozik? Tehát abszolút, ez nekem számomra, ez egy teljesen felfoghatatlan kérdés. Már ha mindenben egyetértünk, akkor nem kell testület, mert akkor egy ember is eldönthet mindent. És még a parlamentben nem vitatkoznak. Ott is azért néha elhangzanak, hogy kultúrált formában, de bizony testületsértésig menő dolgok mennek, csak úgy megfogalmazva, hogy azt mégsem lehet úgy tekinteni, hogy anyázott, hanem film van. Tehát itt ilyen nem biztos, hogy nem fog elhangzani. Tehát miért probléma az, hogyha itt nem értem a lakosságot? Tehát mégis ez volt a elvárás, hogy konzenzusra szülessenek a döntések, és akkor ott vitatkozhatunk. Miért nem vitatkozhatnánk? Tehát ezt nem értem, hogy miért baj. Még semmi különös, ugye az angol parlamentben 500 éve képesek egymáshoz székeket hozzávágni, csak hogy ott 500 éves a demokrácia. Szóval azért, meg több száz éves, nem tudom honnan számítja ki van, de ezeket végig kell gondolni. Meg az, hogy az emberek örülnek, amikor azt látják, hogy akiket választottak, azok nagyjából egyetértenek. Én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy de én azt hiszem, hogy a vélemény ütköztetés és a vélemény megbeszélése, akár vita szinten és egy bizottsági ülésen abszolút elfogadható. Persze. Hiszen ilyenkor alakulnak ki ugye a vélemények, ilyenkor születnek meg a döntések. Persze. Én nem a vita ellen vagyok, szó, nehogy azt mondjétek, de csinyán kell van, és nagyon alaposan gondoljuk. Köszönöm. Meg. Akkor azt kérdezném, hogy a bizottság támogatja annak a szerződés tervezetnek a megírását, ami magában foglalja az önkormányzati rendezvények, valamint a testület és bizottságülések kép- és hangfelvételeinek elkészítését. Aki ebben egyetért, kész feltartásra jelezze. Egy hangú. Köszönöm szépen. Bocsánat, egy megjegyzést még tehetek, mert fontos, mert látom technikai részletek, átfedések vannak. Nagyjából ugyanazt adtam én is be, mint a Csilla, pedig egyáltalán beszéltünk össze, tehát csomagban gondolkodik ő is. Más pedig azt kell figyelembe venni, hogy az élő közvetítésre eddig a 6-8 ember volt kíváncsi, és hozzá kell tenni üres a terem. Tehát, hogyha azért nem tudják megnézni, nem férnek be, megértem. Tehát, aki ott bekapcsolja a laptopot, tudja. De egyébként bármikor, hogy Fikén Patibics megjelent, A telefon az a fényképezőgép is, a másik statívra felrakva, a kocsi is lehet a mobiltelefonon nézni, itt kint az utcán, ami van. Tehát ez aránytalában akkora költséget jelentene majd, amit ugye itt megbeszéltük ez a Globomax-os szisztémával, nem csak a 25 ezer forintos felhő háttérszolgáltatás van, hanem igényli a közbeavatkozó jegyzőkönyvezető munkáját is. Jó. Második oldal és a negyedik oldal le van írva. Köszönöm. Ezt úgy is van. Ezzel kell kezdenem, hogy én nagyon üdvözlöm a képviselőtestületnek és a bizottságnak ezt a kezdeményezését, mert én szerintem nagyon nagy lépést tett a demokrácia felé, és akárhogy is döntenek, én mint emberileg, mint szakmailag nagyon tudom ezt támogatni. Köszönöm nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük.
A következő napi rendi pont javaslat a Filisdunakanyari Hírmondóval kötött együttműködési megállapodás meghosszabbítására. Tudjátok, hogy volt szerződés a Filisdunakanyarral, megkapta mindenki a szerződés és a támogatási megállapodást. Ebben kapcsolatban polgármester úr? Hát csak annyi, hogy tulajdonképpen a szerződés ugye megvolt, ezt kellene meghosszabbítani, 20 ezer forint, talán ennyit megér. Igen, tehát, jó. Orsi? Lehet, hogy előtt a kérdés, de én pont ezt szeretném föltenni, hogy megérjeznek, mert hogyha... Hát nem az, mert hogyha van nekünk honlapunk, amiért fizetünk, van újságunk, mármint egy másik újságunk, amiért fizetünk, meg van intézményeinknek is mindenféle felülete, ahol mi tudjuk, az az igazság, hogy bebizonyosodott, hogy nagyon sok helyre eljut a Filisdunakanyari Hírmondó, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan onnan informálódnak a környező települések programjairól is, és én azt hiszem, bevált dolog, jó dolog, hírét viszi lányfalunak, és a havi 20 ezer forintos összeg azt hiszem, hogy nem egy akkora összeg, ami nem éri meg nekünk. Legalábbis eddig ez volt a véleménye mindenkinek. Most is lehozták ugye a kópéféle dolgot, már a látványtervet meg tudom én betették, tehát nem valószínű. Azt lehetne jobban kihasználni, hogy a programjainkat jobban. Mindig benne van. Akkor én olvasom figyelni. Nem tudom, hogy például, mert úgy ezt inkább térség leterítik, hogy jönnek tényleg, mit tudom, egy Dunabótányból, de ugye miatt? Köszönöm a szót. Én csak Beától kérdezem, hogy ezt ugye faluházba teszik le, meg ideig a talba két helyre rakják rá? Nem? Orvosi rendelőszer. Nem. Könyvcár. Orvosi iskolában is jön. Szerintem is támogatom mindenképpen, mert hogy hozzájuk kérdezik átrakozni, és akkor másforban mi történik, tehát nem egy rossz dolog így. És ha mi is benne vagyunk, akkor azt szerintem nem tudom. Jó. Rendben. Valakinek ezzel kapcsolatban még kérdése? Köszönjük, minden cikket mi írunk meg. Van úgy, hogy telefonon adunk interjút, amitől azért a hátam borsúzik, de muszáj írunk legyünk. Szerintem ez jó. Nem, esetleg szólíthatnánk. Köszönöm. 15 szeretnél? Nem, hanem hogy akkor viszont... Szavazzuk meg, hogy támogatjuk 20 ezer, nem, és jó. Azt mondom, hogy a 20 ezerünkért, akkor figyeljünk oda jobban, hogy igenis csinálja meg rendesen a riportot, küldje vissza, ellenőrizhessük, ne csak telefonon egy nyilatkozat, mert abban... De ezt gondolom, hogy ki telefonon teszi, azt megoldja. Akkor csinálja, ezt megoldja. Akkor kérdezem a bizottságot, hogy a bizottság támogatja, hogy a polgármester úr meghosszabbítsa a Filisdunakanyari Hírmondóval kötött együttműködési megállapodást, ami 20 ezer forint per hó havi támogatást tartalmaz. Aki ebből egyetért, kész feltartásra jelezi. Egyhangú, köszönjük szépen! Az ötödik napi rendi pontunk a Kristály Árpáddal kötendő szerződés tartalmának megtárgyalása. Ezzel kapcsolatban kérném a polgármester urat, hogy tájékoztassa a bizottságot. Megkapta mindenki a szerződést, áldozatát. Véres küzdelemek árán tulajdonképpen idáig eljutott, amivel eljutottunk. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy egy elfogadható, mint a rádi. Most írta hozzá, én ebben nem találtam olyat, ami lényegesen megváltoztatná a szerződ. Eddig elvártakat, látjátok, bele lett írva a szakmaetikai kérdés is. Benne van az, hogy ketten átnézzük ezt előtte. Én ennél jobban nem tudok. Ezt a ÁP elfogadta, még maga ellen is húz ilyen dolgot, hogy a 14-es nem kéri, tehát magyarul nem feltételező, hogy nem fizetjük. Egy pillanat, mindjárt megtárgyaljuk, hogy fejezzük a dolgát. Tehát én ezt igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy belejutta, hogy kicsit rugalmasabb legyen, mint az eddigi, tehát magyarul a lapzárta az ne egy fix dátumhoz köthető legyen, tehát elvesen tolni. Ez némire olcsóbb, mint amilyen a hivatalt is valamennyire mentesíti, hiszen nem nekünk kell beszedni a hirdetések után a díjat.
nem kell számlát kiállítani, nem kell beszedni a pénzt. Tessék? De nem is a miért. Tehát ő, de jó, de hát ugye úgy lett kalkulálva, hogy ugye levontunk rá a bejött bérleti díjakat, még így is ez valamivel olcsóbb, mint úgy. És hát én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Egy évre kötjük csak év végig, és nem is egy évre, mert csak harmadik hótól év végéig, meglátjuk, ha nem működik, akkor két hónapra fölmondható, illetve az év végén úgy is újra kell kötni, hogyha ha abszolút elégedetlenek vagyunk, vagy nem stimmel. Valamennyi spóroltunk. Én úgy gondolom, hogy a hivatalnak a munkája is csökkent ezzel. A saját tartalmája jövőválva felelősséget elolvassuk. András is, és én is. András beszélt vele, nem adja, mondja. Személyesen is. Természetesen a testületi ülésre már, vagy hát ki lesz javítva, és akkor egy olyan változat lesz, ami komplet változat, ami rendben, a polgármester úr, semmi baj. Hogy abban maradtunk, hogy ez kicsit úgy működhetne, mint amikor még 4 évvel ezelőtt, hogy akkor én lennék az, aki begyűjteném az anyagokat, miért felelnék érte. Jegyzőnyi asszonyra is megbeszéltük, és akkor én egy adatban mennyi van, azt küldöm át az ÁPI-nak, és aztán az ÁPI-ban megbeszéljük, hogy az terjedelemben mennyit tesz ki, kell lennék hozzá, vagy nem kell hozzá. Ugye 5 nappal a lábzsák alatt ezt nagyjából át kéne küldeni, de ez nem kötött, tehát amikor a hivatalnak van mondjuk folyó, ugye még nincs része a összefoglaló, vagy ilyesmi, akkor ez nyilván az a lényeg, hogy nagy részt megkapja 5 nappal korábban, amit kell, de a zártájéig is befogadja ezeket a dolgokat, és úgy lenne elkülönítve, hogy a középső 4 oldal lenne mindig az, ami az önkormányzati lenne, a fejegyéc eltérő lenne, tehát ki lenne, hogy lányfalói között hírei, másik többi nap nem, és hogy nem tudom most pontosan, hogy a 16 vagy 12 oldal szerepelen. 16. Itt azt mondta, hogy az 12-16 vagy a kevesebb, akkor nyilván kevesebb lesz az összeg is, tehát nyilván a költség is kevesebb lesz, meg arányosan kevesebb lesz minden, de hogy ne legyen kötelező a 16 oldal, mert ha nincs annyi hír, akkor legyen az, hogy lehessen csak 12 oldalt is. Tudjátok, hogy ezt mindig megbeszéltük, hogy 4 lapunként kell beszámolni. Hogyha mondjuk csak 15 lap jön össze, akkor inkább egy ki kell hagyni belőle, és akkor ott lesz az egésznek a költsége is. Azt próbáltuk meg, hogy most január-februárban már ezt a módszert alkalmaznánk, és hogyha ez működik, akkor március méretére beindulna, akkor már ez működhetne. Ami még nem egészen letisztázott, hogy amikor elkészülve vele teljesen, ő mondta, hogy átküldi mindenképpen, de is mondtuk, hogy ha még van benne hiba, akkor neki ezt még kötelező kijavítani. Itt még mondta, hogy most egy-egy gondolatjelen miatt nem fogja tördelni, úgyhogy itt még kell egy kicsit vele. Mert ugye az fontos, hogy ha lehet a legkisebb, és ha észreveszünk már, akkor lesz javítsakítás. Ezügyben kell vele még kicsit. Illetve még egy dolog, de szerintem ez fog menni. Még egy, a postaköltség ugye azt mondta, hogy ez akár változhat is, tehát hogy a szerződésben az lenne benne, hogy a aktuális postaköltségnek az összege, úgyhogy posta megemelni a mindenkori postai visszadás, ezt mondta, hogy ez lenne fontos. És ami még érdekes, hogy fontos lehet, hogy én úgy tudom, hogy most a farkaslóboiknak van egy ingyenes telefonkapcsolatuk, mint szerkesztőknek, hogyha ő ezt megkaphatná, akkor az nagy segítség lenne neki is, meg minden jótoknak is, nekünk is, hogy akkor bárki nevel, bárki tudjon beszélni. Ha ezt a telefont megkapná a számod, akkor ez gördülési levét tehetni az egyszerűség. Jó, rendben. Gabi? Köszönöm, én ezért ezt a matolítést nem nagyon értem, kaptunk egy szerződés tervezetet, ami aztán... Ezt az árt írta. Rendben van, hogy az árt írta, de bocsánat, ez most került a kezünkbe. A 6-os pont nekem tök nem tiszta, ilyen árti stílussal fogalmam sincs, mit akar mondani vele. Itt az önkormányzat fizeti ennek az újságnak a megjelenését, az önkormányzat engedményezi, hogy a hirdetések az ő zsebébe folyjanak be, és ezt a pontot például teljesen nem tudom értelmezni. Egy. Kettő. Szóval. Igen. 12 oldalt fizetünk, hogyha olyan úri kedve van, hogy nincs benne több megjelentetni való. Ugyanazzal a példányszám per összeggel, mintha 16-ot jelentetne meg. A 4 oldal továbbra is szerepel benne, mint minimum. Szerencsére a intézményeink hírei nincsenek benne az önkormányzati hírekben, tehát az pluszban le kell adnia minden hónapban a faluház programjától kezdve az összes többi, ebben egyetértek.
ez nem képezi részét az önkormányzat minimum 4 oldalas hír anyagának, de a 6-os pont az... Jó, azt át fogom fogalmazni, nem értette meg, jó, mindegy. Nem ő írta egyébként, ezt a pirosat írta ő bele, nem itt zavart okozott meg az, hogy a terjesztés ki fizeti, mi fizetünk, tehát neki végül semmi, neki egy dolga van, jelvigy a postára. Eddig is mi fizettük egyébként a terjesztés díjat, az külön szerepel. Tehát az semmi probléma. Pillanat, csak bocsánat, igen. Hogy ha kisebb a lapszám, tehát csak 12 utas, akkor a nyomdai költség nyilván kevesebb, és kevesebb nem kell fizetni. Tehát, hogy ez... Akkor jó. Én nem gondolkodtam abban, hogy lehet kevesebb. De hát valóban, hát most volt már olyan, hogy receptet közöltünk meg ilyeneket, feleslegesen nem fogjuk 16 oldalt, hanem csak meg. Én azt gondolom, hogy tartalmaz egy pár olyan pontjanságot ez a fogalmazvány. Tehát nekünk szerintem például az önkormányzat dolgait le kéne védeni azzal, hogy ezt a 4 oldalt ő változtatás nélkül közölje le, ami itt nem szerepel. Tehát szerintem ezeket ebbe ki kéne kötnünk, hogy ahhoz például nem újon hozzá, nem? Jó, tehát, hogy szóval ilyen jogos szerintem hiányoznak belőle, hogy ő ne tegyen közben se hirdetés, se olvasói lettet, semmi más, hanem az ott egy tömbbe menjen, igen, csak és változtatásnék meg. Van ne tördeléshez én nem értem. Ne tördeljezték a reklámokkal. András azt mondta, hogy a belső 4 oldal, az milyen, az külön fejlítszre fog megjelenni, hogy önkormányzat írei, és úgy hozzáról van. De jó, jó, az teljesen változó. A másik, van ez a visszaküldés, de amit már te is percegettél, Andris, hogy most akkor utána van vétójogod, vagy nincs? Tehát jó, hogy neked visszaküldi látadlan is. Szóval, hogy ezeket le kéne írni, hogyha neki... Ha neked valami nem tetszik, nem az, hogy nem tetszik, tehát hogyha van valami kifogás, akkor vagy igen, tehát hogy akkor lehessen még azon változtatni. Tehát nem tudom, ezeket valahogy azért bele kéne még fogalmazni. Igen, Szitke? Én honnan kezdeném, hogy én nagyon nagy kázis késésben vagyunk. Az utolsó bizottsági ülésen ugye azt fogadtuk el, Feri felvállalta mindenféle kényelmetlenségét, hogy mindenki gondolkozom el, hogy az milyen újságot szeretnénk, ötleteljünk, próbáljunk meg Feri összeszedni az ötleteket, és utána lépjünk valamit. Na, én elindultam ezen az ösvényen, beszéltem is egy most nem végén nyugdíjban nagyon hivatásos újságíróval, aki azt mondja, hogy nagyon szívesen segít nekem, illetve segít a testületnek ennek az összehozásában, fölhívta a Terit, mikor is Terit tudott velem, hogy vissza az egészben másképp határozta. Igen, hogy ezt most így nem fogjuk megbeszélni, valami más formát választ meg a képviselő testület, hogy újság legyen. Erre föl, most ugye tegnap elolvastam az anyagokat, illetve a hétvégén, és kaptam egy szerződést, tervezetet, ugyanakkor még teljesen névnélkül, azt tudtam, hogy kiről lesz szó. Most tudtam meg, hogy kis saját szeretném ezt megkötni. Na, szóval akkor tényleg, hogyha valahogy másképp döntötök, nem tudom, hogy ki döntött így, de Teri is munkát, időt fektetett bele, én is megpróbáltam, akkor legalább szóljatok, hogy gyerekek, nem kell magatokat törni, mert ez nem így lesz. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez a szerződés tervezet, amit elkét nyújtott és megkaptunk most, így átfutottam, hát nekem először is az, hogy az nem tetszik, ugye itt, hogy a sajtóetikai szabályait sérti, hogy olyan nem jelenhet meg az újságban. De mivel hogy sajtószabadság van, ezért hát végül is, hogyha durván fogalmazok, egy formálisság sem sérti a sajtóetikai szabályait, mert belefér. Tehát itt valahogy azt kéne megfogalmazni, hogy az önkormányzat presztízsért és érdekeit ne sértsék a cikket. Én úgy gondolom, legalább minimum mennyit ki kéne kötünk. Az utolsó 14-es pontban pedig felek megállapodnak benne, hogy megbízás a szerződés rendkívüli felmondással és azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a megbízott, a megbeszélt határidőre nem teljesít. Most ez nekem kevés. Én úgy gondolom, hogy legalábbis én úgy fogalmaznám meg ezt az egészet, hogy amennyiben a megbízott a szerződésben megjelölt feltételeket megszegi. Tehát itt aztán lehet szó mindenről, hogy
amennyiben ezek a szerződési feltételek nem teljesülnek, akkor lehessen ezt azonnali a pályázatban. Nekem azt folyamatosan szó volt ezekről is, a lektorálásról is. Azt kértük, hogy a mi közlendőnk az ő újságjában megjelenjen. Ahhoz ugye ő nem jutott hozzá, ez is bele fog kerülni. Az újság többi tartalmát, amit hát, most Erika is kijavasolt, igen. Szóval nem tudom, tehát azért azt szerintem nem mindent, hogy az önkormányzatok a négy oldalán milyen politóba jelenik meg, nem? Tehát, hogy mi közben fogja meg. András, te szerettél volna valami mondani még? Hát ő azt mondta, hogy neki van egy lektora, és azt várja, hogy mindenki csak szóba mondja el neki, hogy most megyek az újság februárba, mindenki javítsa ki a hibákat benne, és akkor meglátjuk, hogy tényleg olyan sok hibától nem csak mindent, hogy azt kéri, hogy februári újságnál, ami még nem a szerződéskötésben van, hanem előtt, vagy januárjánál, aki úgy érzi, hogy a hibákat talál benne, az javítsa ki, és akkor lehet vele beszélni. Ez mennyit kapunk? Ez a 80. Belső vágya mindenkinek, ezt megtehesse, tehát aki úgy érzi, hogy ő azt kérte, úgy érzi, hogy sok minden hiba, pirosra jön csak itt, ide fog jönni, és akkor beszéljük meg, hogy tényleg olyan sok hiba van, vagy pedig nem. Rendben. És 100 éve vajudunk ezen a dolgán, 100 éve, és jó megoldást kellene találni, de én ezt a témát magamban úgy zártam le, én ezt a kérdőjét megcsináltam, tegnap éppen kitöröltem, mert nekem a baráti körömmel együtt, azt mondtam, panaszkodtam a Szilvinek, körülbelül 3 napi munkába került. És én úgy gondolom, hogy akármennyire nincs pénzünk, igenis az emberek véleményét tudni kell, de a személyes sértődésemet tegyük el, én többet erre nem csinálok kérdőívet, a dolognak se fogok neki futni. Viszont teljesen egyetértek Orsival, hogy nem mindegy, hogy milyen több, hogy mit lát belőlünk a világ, nem mindegy. Azt látja a világ, amit mi magunkból mutatunk, és ugyanannál a témánál vagyunk, hogy vágottam vagy vágatlanul, igenis, az értelmiségnek felelősségekkel, ne beszéljünk értelmiségről, mert Magyarországon már nincs ilyen, hanem a gondolkodó embereknek felelősséggel kell arról dönteni, hogy mit mutat meg magából. És én itt bezárom, és többet nem akarom, mert sértődéseket nem akarok csinálni. Árpi azt hitte, hogy a múltkor, hogy én ellene, hát dehogy is, hát én becsülöm, szeretem a gyerekét. Elvek szerint vitatkozunk, természetesen elvekről és pénzről. De Edithhez csatlakoznék annyi vagy máskor, ha a pénzügyi bizottság felülír bármit, akkor fordítva üljünk a lovon. Tehát azt mondjuk, hogy a pénzügyi bizottság itt meghúzta, tehát ne beszéljünk fölösleges dolgokról is fölösleges, mert ez nem elegáns. De. Köszönöm. Megint csak igen, nem jutunk előre. Én felőlem, én megszavazom, ezt jelenjen meg. Én megszavazom, meg elhasszom. Csak próba azokkal a kiegészítésekkel, amik itt most felmerültek. Többek között ugye, hogy a négy oldal változtatás nélkül kerüljön megjelentetésre, valamint, hogy az önkormányzatot sértő tartalommal, ugye, önkormányzatot sértő tartalommal ne jelenhessen meg az újság. Illetve, hogy amikor elküldje a kész példát, akkor hát ezt ő is hibák van benne. Igen, akkor azt még javítani kellene, hogy ez itt értelmezhetetlen. Mert hogyha ahhoz fognak ragaszkodni, hogy ez az újság legyen mindenki, és írjassanak bele az emberek, akkor megjelenik, igen, az önkormányzat munkájával elégedetlen vélemény. És akkor most mi van? Akkor ne jelenesen meg? Akkor ez így ez a példát, ez így nem jó. Akkor felteszem a kérdést. Hát sértő is ez. Miért nem lehet, mert nincs megelégedve, vagy jó sem jó, hogy ott ennyi, mert már elindítja. Igen. Azt azért, hogy a gyerekeket újságírók szerkesztik ezt. A politikusok, tehát hótra elegem van, hogy a képviselőtestnek és a polgármester, mint a hócipő érte, Dics himnusza volt 4 évig. Mondom, de én erről beszélek, és nálam van a szó, én meghallgattam mindenkit. Én is így gondolom. Tehát én úgy gondolom, hogy egy újság igenis mondja azt, drága Editke, hogy a negyedik bizottság ülésen nagyon jól szóltál hozzá, és a Pereházi képviselőnek az a véleményem, hogy bár nagy hangon, de több értelemmel kéne, hogy hozzászóljon. Én úgy gondolom, hogy ez az újság feladata, hogy a mi munkánkat, mint egy görbetükröt tegye ide. Ne haragudjatok már, hát azért ne írjuk mi az újságot,
Hát az újság legyen, az a feladata, hogy ahogy dolgozunk, az jelenjen meg. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy négy oldalt kapunk, András szerkeszti, ő nézi át, rendben van. Aztán, hogy a Gabi ugye ideig ingyen csinálta ezt a dolgot, most ugye annyit sem tesz meg, hogy most egy újságot egy szám nem teszi meg, azért, mert személyes sértődés van. Gabi, igen. Hát akkor meg rendben van. Gabi elfáradt, itt meg készíti, az András nem fáradt el, valószínűleg ezért is választották újra. Köszönöm. Köszönöm. Editke. Bocsánat, én nem arról beszéltem, hogy nem lehet. Tanárnő, hallgassuk meg a. Hát én nem arról beszéltem, hogy nem lehet az önkormányzat munkáját bírálni. Igenis lehet, mert hogyha valaki nem jól dolgozik, annak a munkáját lehet bírálni. Én nem erre akartam kiukadni. Én arra akartam kiukadni, hogy nem egy, nem két olyan cikk megjelent már Árpi-újságjában, ami valótlanságot állított. Tehát testületi ülésen elhangzott valami. Utána arrébb mentünk a harmadik kocsmai megbeszélés után, teljesen másképp jött ez vissza. Most én arra kérném, itt akik felelősek lesznek azért, nem hogy ez... Te kocsmázol. Pereházi úr az előbb beszóltál, rendre utasított a bizonyság meget, én kérem tehát most, hogy... Voltak dolgok, amik elfedése jelentek meg az újságban. Én nekem az lenne a kérésem, amikor polgármester úr átnézi ezeket a cikkeket, és olyat észlel, ami nem felel meg a valóságnak. Tehát ilyen formán bírálja az önkormányzatot, ami nem igaz, nem valós, azok ne kerülhessenek le az újságba, független mindenféle szabad sajtószabadságtól. Én nem a bírálatokra mondtam azt, hogy ne jelenjenek meg. Jó, köszönöm. Feltenném a kérdést, hogy az elhangzott kiegészítésekkel a bizottság támogatja ennek a szerződésnek a megkötését, aki igen, azt készfeltartással jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6 igen, aki ellene van, egy ellene. Köszönöm szépen. Jó. A következő napi rendi pontunk a bizottság munkatervének az összeállítása. Ehhez egy keretet küldtem szét nektek, amihez, ha ma nem is jutunk ülőre, de szeretném, hogyha hozzáélnátok és segítenétek abban, hogy bármiféle nagy évforduló, felvendő program, amit ugye előtte a bizottságnak tárgyalni kell, hogy ezeket legyetek kedvesek, írjátok bele, és küldjétek vissza, jó? És behozzuk a következőre, hogy akkor már ez kiegészüljön a megfelelő anyagokkal. Ez a része... Mi a baj? Nem találjuk. Pedig biztos, hogy átküldtem, ez átment a munkaterv, átment az én első... Igen. Azt tűnünk kérdezni, hogy a falunak időpontját kellene meghatározni. Abban maradtunk, hogy a falunapot áttesszük Anna napra. Igen, de itt nincs benne. De benne van, a júniusnál ott van. Falunap. Június, falunap. Ezzel kezdődik. Mert júniusban van Anna nap. A mai júniusban sok végén, akkor az... Nem, Anna nap, július 28. Július 26. De itt nincs benne a július, ez a... Igen, igazatok van, bocsánat. És sem van befejtés, hogy... Nincs. Az én küldtem neked e-mailt, mindenkinek elment. Ezt nem nyomtam. Lehet azt mondani, hogy elfogadunk egy programot, tehát egy ilyen havi bontás és akármit, és utána alá tesszük a rendezvényeket, mert nekem is három olyan, aminek lóga, de én ezt nem tudom még neked megmondani, mert akkor tudom majd csak, hogyha a szerződések meg minden vissza. Tehát legyen egy ilyen válasz. Gyerekek, ez nem egy szentírás, jó. Ez csak, hogy miket tartsunk folyamatosan figyelemben, mi az, amikre készülnünk kell minden. És hogyha megjönnek a visszaigazolások, mintől két hónapon, akkor majd beletesszük oda. Igen, azt kérném is tőletek, hogyha bármi olyan van, ami beépül, és nekünk előtte beszélnünk el róla, azt legyetek szívesek jelezni, hogy ezt a munkatervbe tegyük vele, emeljük át, jó? Igen, Most a programok attól függ, hogy nyerünk emelet közben, tehát nagyon sok megvalósítást, tehát ez sajnos ez egy kicsit
nem jó, de ezeket fel tudjuk venni előző időben. És a másik, hogy akkor a május utolsó hétvégéje, akkor az megmarad helytörténeti nap, tehát lehet felú helytörténeti nap. Igen. Igen, ezt így beszéltük. Akkor azt szeretném még megkérdezni, hogy, akkor a díszpolgári cím meg ilyesmi, akkor ez a május végére kerül? Akkor nem az annan napra, hanem nem. Az marad akkor a május végén, az a ezen a helytörténet is bulin. Mert úgy vannak az emlékérem és a díszpolgári cím rendeletünkben, és az időpontok ehhez kötődnek a megkérdetéséhez is. Ahhoz igazándiból nem nyúlunk hozzá, az marad ugyanúgy a május végén. Igen, a polgármester. És fontosat akartam mondani az előbb, amikor beszélgettünk az előbb. Csak mi volt az? Igen, a munkaterő nem, és annyiban, hogy ami nagyon fontos az legyen benne, tehát az alapvető dolog. Ami tényleg fontos az, hogy közben mik jönnek, az meg nyilván az aktuálisan belátható. Tehát ez nem egy tűrbelés a dolog, csak hogy ne felejtsük el azt, hogy nagyon így fontos. Így van, hogy szem előtt tartunk, hogy ilyen, hogy csak annyit András, hogy a hirdetést tavaly megnéztük, volt egy kicsi vázacska, ránéztem, mondom, úristen, ennyi dob, csak ennyi, és utána pedig úgy aláépült, érted? Mert így ránézel, azt mondod, hogy hát ez munkaterv, alig van benne valami. Igen, mint hogyha nem is dolgoznánk se, érted? Hát ez nem beszámolóban, nyilván sokkal többet jelentem, de a tervezés az, hogy ezért én azt mondom, hogy azért kell, mert aztán lesz a testületnek is egy munkaterv, és egy testület számára is egy segítség az, hogy a bizottság milyen témát a tárgyal, mert ez csak egy ilyen, én azt hiszem, hogy ez nem egy beszámoló, hanem csak egy... Jó. Ez magunknak egy segítség, hogy minden, hogy mire kell odafigyelnünk hónapról hónapra. Orsi? Igen, én még azt javaslom, hogy tehát nekem ugye a munkaterből hiányzott egy kicsit, mert ez ilyen nagyon eseménycentrikus volt, hogy mit tudom én az intézményeinket, tehát amikor üres járat van, akkor hívjuk már be az iskolai igazgatót, vagy mit tudom, én tudom, hogy már a klikhez tartozik, de hogy valamennyire képbe legyünk, tehát amikor ilyen... Beszámolóhoz, hát, vagy tájékoztatás. Legyünk ilyen szigorúval, de hogy ezt is ütemezzük be, hogy az OVI jön el, az iskola jön el, Igen, ez rendszeresen megtörtént eddig, az óvoda vezető is, és az iskola vezető is rendszeresen tájékoztatta a bizottságot is, és a testületet is. Éva ma elnézést kért, hogy nem jön el, de más elfoglaltsága van, és mivel nem szerepel a tárgyalandók között az iskola, ugye ezért nem is jelent meg. Természetesen azt is beleírhatjuk, hogy hónapról hónapra, vagy két havonta, fél évente szeretnénk egy rövid tájékoztatást kapni az intézményvezetőktől. Szerintem ez belefér, jó? Rendben. Akkor ez a napi rend, ezt igen, polgármester? Igen, azért beleresztéve a május végéig, beleresztéve a június. Én azt kérem, a május különösen közel van, ugye valószínűleg ezt megint önerőből fogjuk ugye bonyolítani, hogy már most akkor ugye, de ha el kéne gondolkodnod, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk, milyen zenekar tudunk meghívni, már hova dolgozni. Július az egy csúcsidő, tehát hogyha valakivel akarunk szerződni, akkor igen, hamar kell lépnünk. Hát ezért van már, ugye azért volt ilyen hamar beépítve a falunap, hogy ugye ezekről beszélnünk kell. Meg egyáltalán az kellene a következő bizottsági ülésre, én azért örülnék, hogyha esetleg segítenétek abban, hogy felmerült már, egy páran beszélgettük róla, milyen falunapot szeretnénk. Jó. Igen, de hogy szeretnénk azokat a jó hangulatú régi falunapjainkat, amikor igenis volt ugye bográcsozás, főzés, váltóverseny a gyerekeknek, bevonva, én nagyon szeretném bevonni a civileket is, hogy ebbe segítsenek ennek a megvalósításában. És hogy mennyire ragaszkodunk ahhoz, hogy akár nagy színpad, együttes, stb. Szóval én ezt nem most szeretnék ehhez véleményeket kérni. Szeretnék, tudom, hogy beszéltünk, de azóta vannak újak is a bizottságban, szeretném, hogyha most áttárgyalnánk. Úgyhogy szeretném, hogyha a következő bizottsági ülésre ezen gondolkoznátok, jó? Akkor azt hiszem, hogy a bizottság munkatervének a megtárgyalását így elfogadjuk, ugye? És akkor ezek a kiegészítések megtörténnek. Köszönöm. Egyebek, egy rövid tájékoztatást szeretnék adni. Váradi Szabó Klaudia hogy hívták a Zsókát? Bocsánat, nem teszem az asszony neve. A debreceni Zsóka.
és én voltunk egy ilyen külön kis csapatban, akik a külkapcsolatokkal foglalkoztunk, többek között Pencinggel is. Váradi Szabó Klaudia jelezte, hogy ő szeretne lemondani családi és egyéb más elfoglaltságai miatt ezt a kapcsolattartói tevékenységet ő vissza szeretné adni. Jelezte, hogy a Pencingi testvérvárosunknál is az Ingrid, aki a vezetője volt ennek a kapcsolattartásnak, márciusban fogja bejelenteni, hogy ő ezt a tisztséget átadja a Nórának. És ezért Klaudia is úgy gondolja, hogy ő is szeretné ezt most megtenni, meglépni. Én azt hiszem, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat én a bizottsággal továbbra is szeretném vinni, valamint ígéretet kaptam, hogy Tóriai Birgit és Szilvi igazgatóasszony, Kéfer igazgatóasszony továbbra is a segítségünkre állnak ebben, valamint a hivatal részéről szeretném a Pajor Ildikót bevonni, úgy mint annak idején ugye a Debreceni Zsóka, egy azért, mert ő most az utolsó pencingi látogatásnál kint volt a Nórával, aki a következő ugye Magyar Baráti Társaságnak lesz így a vezetője, kapcsolattartója. Jól kijönnek, jól megértik egymást, szeretném, hogyha a fiatalok egy kicsit jobban részt vennének a testvérvárosi kapcsolatoknak a működtetésében, és azt hiszem, hogy erre az egészre külön bizottság nem kell, hanem ezek az emberek, a bizottság és a testület ezt fel tudja vállalni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy meg fogjuk köszönni Klaudia munkáját, és akkor külön erre nem alakítunk ilyen csoportot, hanem ha bármi ilyen esemény van, ebben segítségünkre volt és lesz is Szilvi, Tóriai Birgit is megígérte, hogy segít, úgyhogy azt hiszem, hogy ez így rendben lesz. Köszönöm szépen, és akkor a bizottság ülését zárt ülésben folytatjuk, mert a szociális témákat kell megtárgyalni.